Amikor legutóbb az Audio Poéta zenekarral beszélgettünk, egy tagcseréről volt szó, azóta egy újabb csavar keletkezett a zenekar életébe, ami egyébként meg is erősítette a bandát. Most nézzük meg a zenekar legújabb videoklipjét, aztán beszélgettünk is a srácokkal. Kerestem a megoldást a piába, valami más a gyógyszer, egy másik módszer. Ugyanazok a falak, most csak más a poszter. Sokszor nem fogok fel, ami van itt, keresem, kutatom az igazit. De hogy tudnék megismerni valakit, ha még csak magam is alig-alig. Csak az, ami mozgat, ezer egy mondat. Nem akarok jobbat, lehozom a holdat. Az a tűz, ami bennem van, ízzik végig. Én igazi ember vagyok, ízik vérig. A szavaim szállnak, én hanggal írnám. Egy lángoló faházra a bakancslistám. Hogy kik lesznek, akik elkísérnek. Veled lenni, most engedni. Hogy halhatatlan lehessek, és ne egy emlék. Ha tudnám azt, hogy meddig ér. Ha tudnám azt, hogy kik lesznek, akik elkísérnek. Veled lenni, most engedni. Hogy halhatatlan lehessek, és ne egy emlék. Ég a testem, most igen. Csak úgy fogom tudni mesélni az unokáknak, hogy én bizony éltem. Tudom, hogy ez kicsit sem a bevett minta, de annyira szeretném, hogyha átkísérne az életemen az, hogy úgy érzem, mintha rajtam kívül más is élne. Számoltam gyerekként, hogy az lesz a jó. Ha minimum megváltó leszek, vagy mindenható. Egy meteor a kertben, egy fényes kráter a holdon. Én vér vagyok a fűben, csak egy könyv vagyok a polcon. Bárcsak tudnám, hogy hány éven van még. Veszítanám a tüzet, megcsinálnám a balhét. Van péntekre pénzem, de nem az a menő. Hanem ha sírok, ha nevetek, ha van bennem erő. Ha tudnám azt, hogy meddig ér. Ha tudnám azt, hogy kik lesznek, akik elkísérnek. Veled lennék, s te engedni. Hogy lehessek, és ne egy emlék. Tudnám azt, hogy meddig élek. Ha tudnám azt, hogy kik lesznek, akik elkísérnek. Veled lennék, s te engedni. Misi, Balázs és Zsolt a vendégeink az Audio Poéta zenekarból. Sziasztok! 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 A legutóbb itt voltatok, tavaly ősszel, már akkor is említettétek, hogy éppen változások történtek, na de azóta mi minden történt a zenekar életében, hogyan álltok most így össze? Hát olyan gyökeres változás nem történt egyébként, tehát, hogy ugye mi megmaradtunk. A kemény mag. Igen. Kiegészültünk egy új gitárossal, Pásztor Ádámmal, és gyakorlatilag letudtuk ezt a 4 hónap kreatív időszakot, és most pedig elkezdődik a nagyon számok, nagyon új számok publikálása. És ez egyébként most így változtatott bármit az alkotó folyamaton? Hát többségében nem. Annyi változás van, hogy ugye ebben a klipben még van Vivien, viszont úgy néz ki, hogy többen már nem lesz, ő a szóló projektjét erősíti innentől. Gyakorlatilag megmaradtunk abban, hogy szöveget írok, zenéket csinálnak, és összerakjuk. Hurrá! De azért mindig minden új tag, vagy hoz egy másfajta ízt, vagy más stílust, zeneileg mennyire forrt össze most a csapat, vagy hogyan dolgoztok együtt? Te van az, hogy te vagy az új tag. Te részben, igen. Te új tag. Hát igazából azt tudom elmondani, hogy a régi számokra is egyébként hatással volt például az én belépésem, vagy az Ádám belépése. Egy kicsit hozzányúltunk ezekhez a dologhoz. Egy kicsit új szellemiségbe raktuk össze a nótákat, a régeket, és az újak pedig hát néhol funkosabbak, néhol poposabbak, így ez a szokásos, blablabla, a keményebb részek még keményebbek, a dallamosabbak még dallamosabbak, de... A jobbak még jobbak. Igen, tehát egyébként mindenképpen érződni fognak az új dalokon az új tagoknak a szerepe. Egyébként azt csiripelték a madarak, hogy lesz újabb énekes is. Lehetséges? Hát tárgyalásokban vagyunk. Spoilerezzünk valamit. Azért nem szeretném még konkrétumot mondani, mert beszélünk már egy ideje,
ezzel a sráccal. Na, már is megtudtuk valamit. Fiú zenekarra változunk. Igen, most már fiú bendi alakulóban vagyunk. Úgyhogy hát még neveket nem szeretnék így mondani, de én ismerem, hallottam már, és szerintem nagyon jól fog feküdni ebbe a bandába. Mert ugye egyébként mi alapján választotok mondjuk egy újabb hangot? Hát mindenféleképpen legyen maga... srác. Igen, van itt egy első számú szempont, hogy legyen. Nem, nekem az nagyon fontos, hogy mindenféleképpen is jön az én hangomtól. Tehát, hogy nekem van egy mély hangom, és én azt szeretném, hogy aki mellettem van, fiú, lány, vokál, ének, bármi, az legyen sokkal magasabb, mint az enyém. A srácoknak meg a személyisége az stimmeljen. Igen, ez a nehezebb ügy egyébként, hogy passzolja hozzánk a személyisége. Mert hát nem, jó fejek vagytok mind. Igen? Aha. Hát akkor szerintem egyébként tényleg az emberi oldal az nagyon számít. Én úgy abbagytam a zenélés, és akkor gyakorlatilag az audio poéta kedvéért szálltam újra ebbe a zenész bizniszbe vele vissza. Wow. Szerelmes lettem beléjük, úgyhogy... Első látásra. Igen, egyébként tényleg. Tehát, hogy a legelső próbán, amikor megérkeztem, akkor egy rövid időszakot terveztem, hogy 2 órát próbálunk, és ez egy 6 órás időszak nyúlt, így nem akartam felállni, hogy hazamegyek, mert így elég volt. Így nagyon beéreztem ezt az egészet, emberileg is. Egyébként, bocsánat, hogy belevágok, de hogy ez nagyon sok mindenben meg is mutatkozik nálunk. Tehát, hogy ahogy próbálunk, rakjuk össze a számokat, a régieket, az újakat, annyira más az eszenciája a végeredménynek, hogy én nagyon örülök, hogy ez így alakult. A legújabb videoklippeteket láthattuk az imént. Egy kicsit meséljetek ennek a dalnak a születéséről és a mondani valójáról. Mindig él. Kockára fagytunk a videóklip forgatás alatt, ezt el szeretném mondani. De nagyon szép helyeken jártatok. Hát, köszi, igen, csak igen, jó volt. Imádtak akkor, amikor ezt kitaláltam, hogy ezt fogom csinálni. Az igazából csak annyi volt a klipben a koncepció, hogy így egy ilyen tudjátok, hogy van az a meseszerű létezés, hogy mész az erdőben egyedül, és akkor találkozol a nem tudom kivel, és onnantól együtt mentek tovább, és akkor utána találkoztok már ketten valakivel, és úgy mentek, és akkor együtt így feljutunk a csúcsra. És ez volt magának az eszenciája, az etimológiája, és szerintem tök jól sikerült. Bármennyire hagyod a többieket beleszólni a képi világba, mert ugye te voltál a rendező. Abszolút, tehát hogy egyébként volt is erre precedens. Bocsánat, hogy beleszóltam, de... A képi világba, itt se hagy beleszólni, nem srácok, a képi világba. Volt lehetőségetek beleszólni semmi, a képi világba? Semmi. Én ezt feldolgoztam, ezt elfogadtam. Ez érdekes, egyébként én pont a klipforgatás után napokban hívtam a Misit, és mondtam neki, hogy nekem ez tök jó érzés volt, hogy annyira precízen összerakta az egészet, tehát mind koncepcióban, mind minden tekintetben, hogy egyszerűen nem kellett ebbe beleszólni, meg egyáltalán nem kellett ötletelnünk ez az egészen, mert annyira tökéről összerakta. Igen, amúgy tényleg nagyon le volt az egész vezényelve, meg a Misi tényleg nagyon jól csinálta ezt, még meg kell dicsérni. Pedig nem szeretek dicsérni, de hát ezt most kivételt kell tegyek. De azt hozzá kell tenni, hogy én is hibázok, és sokszor a Bazsi meg a Zsolt szólt, hogy ezt még föl kell venni, mert ugye szóltam, hogy szóljatok rá, mert el fogom felejteni, és én el is felejtettem volna. Tudjuk be a hidegnek. Igen, és el is felejtettem volna, de szóltak, hogy úgyhogy... Még a 2020-as tervek a zenekar életében, hogy fog kinézni mondjuk a tavasz, mire készültök? Hát nagyon remélem, hogy meleg lesz, és már nem fog esni a hó. Ezen kívül rengeteg új számmal készülünk. Egyelőre abból semmiképpen nem szeretnék spoilerezni, de egy elég termékeny időszaknak állunk elébe, amit most már így tudunk is, hogy és hány szám fog kijönni a közeljövőben. Semmi, és hallgatunk. Jelenleg az ilyen egyéb ilyen-olyan koncertek azok szervezés alatt vannak még. Nagyon várjuk, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük.